Az év első 9 hónapjában 13.617 lakó ingatlant vettek használatba Magyarországon. Ez enyhe növekedést jelent. Elemzők szerint az év végére akár 20-25 ezer új lakás is elkészülhet. Az építési kedv viszont csökkenő tendenciát mutat az előző évhez képest. Átalakult a gazdasági környezet. A háború és az energiaválság miatt nőtt a bizonytalanság, és emelkedtek a lakáshitelkamatok is. Az új lakások esetében egy ellentmondásos helyzet alakulhat ki, hiszen az áruk magas, de a rezsiköltségük viszont alacsony. Egy új építésű ingatlan hosszabb távon megtérülő befektetés is lehet. Hogyha veszünk egy nagyobb alapterületű, korszerűtlen családi házat, annak a rezsie havi szinten akár 100 ezer forintos nagyságrendű is lehet, összesítve ez éves szinten meghaladhatja az 1 millió forintot. Egy új, korszerű lakásnak a rezsie viszont jóval kedvezőbb. Ez 15-20 évre előrevetítve akár 10 millió forintos rezsiköltség előnyt is jelenthet az ingatlan tulajdonosának. A kereslet és kínálat egyensúlya felborult az elmúlt hónapokban a lakáspiacon. Van olyan ingatlan értékesítő hálózat, ahol októberben 9%-kal nőtt a feladott hirdetések száma az előző év azonos időszakához képest. A keresleti oldal viszont szűkült. Ennek oka egyértelműen a pénzügyi háttér. Már nem olyan kedvezőek a lakáshitelek, és kevesebben rendelkeznek kellő tőkével. Ha megnézzük azt, hogy mennyibe kerültek tavaly novemberben például az eladó lakások vagy házak, akkor jelentős növekedést látunk, hiszen 20-25%-kal többet kérnek most egy-egy eladó lakásért vagy házért, mint egy évvel ezelőtt. Ez országos szintű jelenség, Budapestre legalább olyan mértékben igaz, mint például Keszthelyre. Ami viszont különbség, az, hogy nyár vége óta, tehát a szeptember eleje óta ezek a kínálati árak alig mozdultak el, tehát azóta stagnálásba váltott át a piac. Az elemzők szerint nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy lejtmenetbe kapcsol az ingatlan piac. Ami perdöntő, az az ingatlan minősége. A rossz állapotú, használt lakásoknak jelentősen csökkenhet az ára. Az új és újszerű lakásoknál nem várható változás. Ennek oka a folyamatosan dráguló építőanyag és a bérköltségek.